Bori Jenő neve valószínűleg minden Fejér megyei lakos számára ismerősen cseng. A Bori vár megálmodójáról és építészéről azonban eddig csak nagyon keveset lehetett tudni. Csupán legendák szóltak arról, hogy vajon a szerelemnek állított örök emlék az öreghegy szívében található vár, vagy csak egy kísérletező építész kettelése. Az a sok múzsáját ábrázoló szobor, festmény, dombormű, és azok a szerelmes versek, amelyek közszemlére vannak kitéve, azok mind a művész magamutogatását, szerelmének, érzelmeinek való nyíltszíni vállalását mutatják, ezért szokták a szerelem várának is nevezni. Ő maga is nevezte ezt így, alkotóháza volt egész életébe, mert amíg művészpedagógus volt, ugye, és a aktív évei, hónapokat a fővárosba, a nyári szünidőket pedig itt a műtermekben születtek szobrok. Betonkísérleti állomásként nevezte az építészeti szakma, mivel hogy ő építészmérnök volt, a Jézus Szíve templomot bent Székesfehérváron ő építette, a betonnak a művészeti alkalmazására végzett kutatásokat, betonkupolákat, héjalás nélküli betonkupolákat, oszlopokat, melvédeket, könyöklőket és épületdíszítő szobrokat is készített műkőből, azaz kvarc betonból. A könyvben megismerhetjük Bori Jenőt, mint építészt, képzőművészt és tanárembert. Az alkotásairól készített több száz fotó pedig arról tanúskodik, hogy Bori Jenőt az ország minden szegletébe ismerték és becsülték. Az országjáró körút során a könyv készítői számos olyan alkotást fedeztek fel, melyek azt bizonyítják, hogy nem csak a Bori vár ad otthont a képzőművész életművének. Ez a köztudat, hogy Bori Jenőnek szinte minden műve valamilyen verzióban a Bori várba látható. Mi családtagok is ebben nőttünk fel, és közben pont ez a kutatómunka rávilágít arra, hogy ez nem így van. Bori Jenő életműve, szobrai az országba szanaszét, a magántulajdonban lévők pedig továbbra is ismeretlenségben vannak. A Bori vár az egy szelete az ő életművének, az albumba is ennek megfelelően csak néhány oldalon keresztül foglalkoznak a Bori várral, mint mindenféle szempontból kuriózummal, amit tetszett kérdezni, abból a szempontból is rendkívül érdekes, hogy nincs még egy, nem volt abban az időben még egy művész, aki egy valamiféle alkotóházat, otthont, házat épített volna magának, ahol műtermekkel, és természetesen elsősorban a saját alkotásainak valamilyen változataival vagy egyedi példányaival vette volna magát körül. A Bori család évek óta tervezi a Bori kötet kiadását. A hatalmas életmű elkészítése ugyanis több mint 3 évet vett igénybe. Mivel az életmű nem volt feldolgozott, mivel az iratanyag nem volt feldolgozott, ezért hiába szerettük volna gyorsabban, ez így lehetetlen volt. Tulajdonképpen a fényképanyagnak az összeszedése is egy borzasztó nagy munka volt, körbe cikáztuk az országot, keresve megfelelő fényviszonyokat a köztéri szobrokra. Tehát igen, szakszerű magyarázata van annak, hogy ez a könyv csak jó pár év alatt, 3,5 év alatt tudott megszületni, mert egy feldolgozatlan életművet kívánt bemutatni, és ehhez ennyi időre igenis szükség volt. Bori Jenő unokája Ágoston Béla szerint a Bori kötet hitelesen mutatja be nagyapját. A könyv olvasása után a Bori vár látogatója már nem csak egy kellemes környezetben érezheti magát, de magyarázatot is találhat a vár kérdéseire. Ez a könyv ragyogóan sikerült, ebből Bori Jenő szinte teljes életnagyságában lép ki, az ő életművét lényegében bemutatja, úgy, hogy közben apróbb részletekre is betekintést ad, tehát aki ezt elolvassa, aki a Bori várba körbesétál, akkor szinte mondhatja azt, hogy ő látja, ő érzi, ő együtt volt Bori Jenővel, a
A családnak teljes megelégedésére készült ez a munka. Nem mondhatom, hogy sok-sok hozzáértő szövetségesünknek, akiknek a véleménye már sokkal inkább szakmai, hasonló, azonos. A Bori kötet talán egyetlen hátránya az ára. A szerzők azonban tervezik egy olyan újabb és olcsóbb könyv kiadását, mely tágabb közönség számára válna elérhetővé. A család ugyanis azt szeretné, ha minden Fejér megyében élő tudná, ki is volt Bori Jenő.